Kedves nézőim, kedves hallgatóim, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és egy nagyon komoly témával szeretnék most foglalkozni. Azért adtam ezt a címet ennek az órának, Családok a bosszú árnyékában. Talán meglepődnek ezen a címen, de én is nagyon meglepődtem az elmúlt hónapokban, és hiszem, hogy sok egészségi dolgozó meglepődik néha a hozzáforduló betegek viselkedésén, vagy családtagjainak a viselkedésén. Nagyon ledöbbentett egy kis gyermek viselkedése, emiatt indítottam el ezt az órát. De az ember a tapasztalatokkal gazdagodik ezek által. A szavak a lélek közlekedési eszközei, de a példák követése indítanak. Milyen példákat árasztunk magunk körül? Mennyire fontos ezen elgondolkodni? Nagyon igaz ez a gyermekekkel kapcsolatban. Születésüktől fogva ők mindent éreznek, látnak. Sokkal jobban, mint ahogy azt egy felnőtt ember elképzeli. Sokszor a felnőttek észrevétlenül is olyan dolgokat beszélnek meg előttük, vagy úgy viselkednek, ami a gyermek lelkében nagyon mély nyomot hagy. Nyugodtan leírom, hogy az első természetgyógyászati unokám, akiket én azoknak nevezek, akik ezen a brazil típusú terápiákkal jutottak el odáig, hogy gyermekük legyen, hiszen már mondhatni meddőnek nyilvánították legtöbbet, már több mint 20 éves. Az anyukának 17 éves korában elmaradt a menstruációja, 3 évig járt kórházakba, orvosokhoz, több városba, teljesen eredménytelenül. Majd abban a városban tartottam előadást, és az előadás végén több kérdést tettek föl, de ők megvárták magukat legutolsónak tartva, hogy tudjanak velem beszélni. Az anyuka az általam leírt tanácsokat kerek fél esztendeig végezte, és ekkor megjött neki a menstruáció, ugye, 3,5 év után, és 3 hónap múlva pedig áldott állapotba került. Nem volt gondtalan az életük, hiszen vásároltak egy idős házat, azt rendbe tenni, meg dolgozni, járni, és a többi. Mikor eljött az az idő, hogy a kis fiú óvodába kerüljön, jöttek a problémák, mert a dada és a kisfiú abszolút nem voltak egymásnak szimpatikusok. Annyira ment, hogy óvodát kellett cserélni, de mégis a gyermek diszlexiás lett. Közben elkezdtek egy csodálatos ház építéséhez, majd jött a második kisbaba is. Nem figyeltek fel eléggé arra, hogy mennyit beszélgetnek az idősebb gyermekkel, mennyit foglalkoznak vele, vagy pedig a házépítési gond is elvette az idejüket, türelmüket. Az augusztus 25-én Szabadföldben a Kinek mondjam el című cikkben egy anyuka panaszkodik, és leírja, hogy a két fiam gyűlöli egymást. Döbbenetes részemre, mert avval folytatódik, hogy már nekik is családjai vannak, tehát megnősültek, és mégis csak a nagy ünnepnapokon találkoznak egymással, a szülőknél, születésnap 4 nap, de annak is a vége mindig veszekedés. Milyen példát láthattak ezek a gyerekek? A 6 felnőttnek, tehát a nagymamának, aki ezt írja, a párjának, és a 2 fiúnak és a 2 feleségének. Vajon gondolkodnak arra, hogy ezek a gyerekek milyen lelkületet fognak követni? Én nagyon ledöbbenek ezeken a dolgokon. Az Úr is azt mondja, hogy bocsássátok meg egymásnak a ti bűneiteket, mert én is csak akkor fogok megbocsájtani. Bizonyára, hogy mindenütt vannak nézeteltérések, de nem lehet félretenni, nem lehet megbocsájtani. Ha nekik is vannak már gyermekeik, nem tudom mennyi hány, vajon mit éreznek, vajon mit látnak? Vajon ez a 2 fiú testvér, akik már felnőtt emberek, gyermekkorukban milyen példát láttak? Lehet, hogy nem közvetlen a szülőktől. De lehet, hogy a 2 nagypapa
nem egyezett egymással, hogy valamelyik sógor. De valahonnan vitték ezt a példát. Nálunk volt tehén kecske, tele volt a kert, egy része szénakaza, szalmakaza, csutka, szárak, stb. De édesanyám azt szerette, ha az egész utca gyereke nálunk van, és ott játszunk, mert akkor minket is látott. Nagyon emlékszem rá, hogy gyönyörű volt a kertbe a zöldbab, és egy reggelre nem volt rajta semmi. Mi gyerekek játszottunk, hát én a legkisebbek között voltam. Emlékszem rá, hogy a nagyok az egyik ilyen fiúnak, akinek az állogát ki kellett váltani, azt a büntetést adták, hogy álljon a ház sarkánhoz, mint az utcán, és kiabálj be 10-szer, hogy lába nőtt a zöldbabnak. Édesanyám bent a házba tevékenykedett, és meghallotta. És rögtön kijött, és behívta a gyermeket az utcáról, a ház sarkától, és mindannyiunkat maga köré gyűjtött, és megmagyarázta, hogy ezt nem szabad csinálni. Az Úr Jézus azt mondta maga is, hogy aki elkéri a felső ruhádat, ad neki oda az alsót is. Azt is elmondta, hogy igaz, hogy nem szép dolog volt tőlük, hogy leszették a babot, ha ők szedték le, de ők is nagyon szegények, és nem szabad így viselkedni velük. Nem szabad így tudtukra adni helytelenségüket. Pál apostol azt tanítja, hogy senkinek gonoszért gonoszsal ne fizessetek. Magatokért bosszút ne álljatok. Hagyd az igazságos ítélőre. Vagy Jézus azt is mondta, ha éhezik a te ellenséged, adja néki enni. Tehát a gyermekeknek szeretet és megbocsátás lelkületet kell mutatni a szülőknek, hogy ne legyenek ilyenek. A szavak megindítanak. A példák vonzanak. Ebben Jézus megint példát adott nekünk, az van írva róla, aki szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságos ítélőre. Vajon a pár hónapos csecsemőknek milyen példát mutatunk? Hogyan beszélgetünk egymással előttük? Bölcs Salamon azt is írja, hogy a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Vajon csak azért, aki szomorú? Vagy a körülötte élőkét is? Mindenkinek szüksége van a beszélgetésre, a meghallgatásra. Vajon van időnk a gyerekekkel beszélgetni, meghallgatni őket? Vannak, akik tönkre mennek abba, hogy igazán soha nem figyel rájuk senki, nem hallgatja meg őket senki. Aki nem becsülte, szerette volna őt annyira, hogy időt töltsön rá. Igen, felnőtt emberek, felnőtt férfiak mondják, én sose láttam a szüleimet beszélgetni. Felnőtt férfi mondta nekem, hogy nekem édesapám soha nem mondta, hogy fiam, ezt jól csináltad, vagy megdicsérte, vagy megsimogatta volna. Részemre döbbenetes tapasztalat volt az elmúlt augusztusban. Egy édesanyja jött, mint beteg, de hozta magával a 8 éves fiacskáját. Én megértvén a helyzetet, hogy nem a gyermeket kell vizsgálni, mindjárt mutattam neki, nézd ott a kis széke, mennyi játék van, válogassál belőle, játsszál velük. Nem akarok, nem kell. Hát jó. Az anyuka sírt és panaszkodott, hogy valaki nagyon becsapta, és én is mondtam, hogy nem is gondolja, hogy engemet is hányan átvágnak, és valahogy ezt meghallotta a gyermek, és bejött, és nagyon határozottan ránk szólt. Miről beszéltek ti? Becsaptatok benneteket? Ti is becsaptatok engem, hiszen azt mondtátok, hogy egy perc múlva vége a vizsgálatnak. Én elmosolyogtam magam, és mondtam, hogy szó sem volt időről, és az anyuka szépen megmagyarázta neki. Én rákérdeztem a gyermekre, hogy kész egy papírt, hogy rajzoljál nekem valamit? Igen. Adtam neki egy papírt, és kiment rajzolni. Igen, mikor a papírt adtam neki, azért elmondta, nem kis lendülettel,
hogy az iskolában egy fiútársa mennyit bántsa, mennyit bosszantsa, mennyire utálja a iskolát, és a többi. És én elkezdtem írni a kezelési lapját, a tanácsaimat neki, amikor egyszer bejön a gyermek, és kezembe nyomja a papírt, amit adtam neki. Mikor ránéztem, ledöbbentem. Valami épület fölé rajzolva, aláírva, hogy fel kell rubbantani valahogy így, és még alatta nagybetűvel indul a bosszú. Én annyira ledöbbentem, hogy ezt nem tudom szavakkal kifejezni, de még jobban, amikor ránéztem a gyermekre. Egy 8 éves gyermek ilyet ír le, és akkor ránéztem, olyan rettenetes gyűlöletet láttam a szemébe, hogy mostanában nem tudom elfelejteni. Szívemből sajnálom ezt a gyermeket, de az anyukát is. Egy 8 éves gyerek ilyet leírjon. Kérem. Vajon milyen otthon a légkör? Vajon milyen a viszonyok a nagyszülőkkel, a sógorokkal, vagy bárkivel? Az évtizedek alatt sok tanár betegen volt már, tanár, tanárnő, és ők is tele vannak panasszal. Az iskolai környezet, a szülők, a gyerekek viselkedése, problémák teteje, és mégis most szeretném megkérdezni. Elismerem, nagyon nehéz a munkájuk. Főleg, aki szívvel, lélekkel akarja végezni. De vajon szakítanak-e időt arra, hogy a gyermekek egymás közötti viselkedésére odafigyeljenek, hogy fékezzék az indulatokat, vagy beszélgessenek velük. De mennyire fontos lenne ez nem csak a tanító tanároknak, hanem a napközis tanároknak is, akik délután vannak a gyermekekkel. De most elnézést kérek a kedves szülőktől. A gyermekeik viselkedési formájáért elsősorban ők a felelősek, nem az óvoda vagy az iskola. Az ők életük a példa a gyermek előtt. Mikortól? Miután hazavitték a gyermeket az újszülött korában a kórházból. A gyermek nagyon érzékeny műszer, játszik, és mégis mindent észrevesz, mindent hall, és rögződik a kicsi agyában. A Boldog Otthon című könyvben ezt olvasom. A gyermek nevelésének a családban kell elkezdődnie, ez az első iskolája. Szüleivel, mint oktatóival meg kell tanulni az egész életében őt vezető leckét. A tekintély, az engedelmesség, a tisztelet és az önuralom leckéjét. Az otthon nevelő befolyása határozott erő a jóra vagy a rosszra. Befolyása sok vonatkozásban halk és fokozatos, de ha jót gyakorolják, messze terjedő erővé lesz az igazság és igazságosság számára. Ha itt, tehát a mi kicsi ajtónkon belül nincs nevelve helyesen a gyermek, majd sátán neveli őt a választott eszközei által. Az a tanácsom adva a szülőknek, hogy a családi otthoni élet, a gyakorló iskola az egész életre. Itt készítsük elő a felnőttkori viselkedésére, kötelességeik végzésére a családban és a társadalomban egyaránt. Az apák és az anyák felelősek a gyermekeikért, egészségükért, testileg, lelkileg egyaránt, jelenfejlődésükért is. Egy másik tapasztalatot szeretnék elmondani. Régen egy dunántúli városban tartottam előadást, és egy természetgyógyász nő hívott meg aludni. Hazamentünk, a kislányt lefektettük, egy kicsit beszélgettünk, és lefeküdtünk. Reggel, mikor kimegyek, a kislány a tévé előtt reggelizik. Úgy gondolom, hogy így szokott lenni a vacsora is. Tessék mondani, egy gyakorló apukától kérdeztem a gyermekneveléssel kapcsolatban ilyen dolgokat, és azt mondta, hogy alig lehet találni olyan mesét, ami igazán szép és nevelő, és nem vad és durva, és egymás elleni támadással van tele. Az én kedves párom is mondta, hogy a neten is vannak olyan játékok, biztos az unokái mondták neki, hogy
valamit, valakiket ölni, ölni, ölni kell, és ha végén nincs más, öld meg magad. Én szeretném feltenni a kérdést azoknak, akik ezt tervezték, akik ezt megcsinálják, hogy gondolnak a gyermek lelki világára. Ha a gyermek maga körül is, a játékokból is, a netről is, a tévéből is állandóan a harcot, az egymás elleni küzdelmet hallja, a viszálykodást, mit várhatunk el tőlük? Lehet látni ilyen dolgokat a Facebookon is, hogy mindenki nyomkodja a telefont, de aki mellette van, abban nem beszél. Ha egymás mellett vagyunk, tudunk beszélgetni, tudunk egymásra mosolyogni, vagy megsimogatni. De ezek a hideg gépek, ezek mit adnak nekünk? A videóról vagy a tévéről nézhető mese pótolhatja az anyuka meséjét, vagy az apukájét, akit közben megsimogathatok, vagy ő is engem, vagy akitől közben kérdezhetek? Vagy érezhetem, hogy itt van mellettem, és szeret engem? Sok évvel ezelőtt kaptam meghívót a Margit-szigeti Danubius hotelben, a Szerelzsem ágy bemutatójára. Én úgy ültem ott, tüzelő állásban, hogyha azt mondják, hogy ki lehet próbálni, akkor én legyek az első. És úgy is tettem. A véleményem akkor is rögtön az volt, és ma is az, hogy soha nem fogja pótolni a kézi masszást, egyetlen egy masszírozó gép sem. A szeretetet, az egymáshoz való közelséget, beszélgetést, simogatást egy okostelefon vagy egy laptop tud pótolni. Vagy, mint ahogy hallottam már, hogy gyerekpásztornak tartják, addig legalább csendben van a gyerek. De vajon, nekünk nem ő kell legyen az első? Nekem nem adott meg az a kiváltság, hogy édesanyja lehessek. De nagyon szeretem a gyerekeket. És most őszintén mondom, szívemben sajnálom őket. A szeretetnél értékesebb, drágább dolog nincs. De csak akkor, ha a szívből van. Mikor fiatal voltam egy fürdőkórházban, mint beteg, az egyik beteg társam, ő is rokkant volt velem együtt, mondjam azt, hogy nyakig szerelmes lett belém. Én az első beszélgetéskor mondtam, hogy én csak betegtárs kívánok lenni. De hát nála ez mégsem így történt, és elutazott a szülői házhoz, hogy édesanyámmal beszéljen. De hát mondtam, ezt nem édesanyám dönti el, ezt kár volt, mert ezt én döntöm el magam. De nem sokára újból be kellett feküdjek kakaszékre, és oda is eljött látogatni. És meglátta az általam nagyon tisztelt főbácsi, a főorvos úr. És másnap hétfőn odajött, és leült mellém, és elmagyarázta, hogy Katalin, Katalinkám, mert így hívott, ha gondolja, férhez mehet, de azt tudnia kell, ha áldott állapotba kerül az első perctől, ebből a csípővel végig kell feküdnie. Én ma is köszönöm a jó indulatát, az őszintességét, a kedvességét, és így soha nem aggódtam különösebben azon, hogy nekem miért nincs gyermekem. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudom szeretni őket, sőt, sokszor mondtam, és most is mondom, soha nem a gyermek a hibás. Valamit a felnőttek, vagy a szülők nagyon sokszor elrontanak dolgokat, vagy rossz példát adnak. Én fiatal koromtól nagyon szerettem olvasni a Pátriárkák és Profétákban Mózes történetét, gyermekkorát. Egy fáraó kiadta a parancsot, hogy a zsidóknál, ha egy fiúgyermek születik, mind meg kell öletni, mert ne szaporodjanak. Szóval így akarta megakadályozni, hogy szaporodjanak a zsidók. De Mózes szülei rejtegették 3 hónapig, és azután egy kiszurkozott kosárkába kitették a vízre, a folyóba, és nővérét, Mirjánt oda küldték, hogy figyelje, hogy mi történik.
Ugye Fáraó leánya meglátta Arasértát, megnézte, meghatotta a szívét. Miriam rögtön odament, és kérdezte tőle, hívjak egy szoptatós anyát, aki felnevelje neked? És így is történt, hívta az édesanyját, és 12 éves koráig az édesanyja nevelte őt. Mire gondolt Jókébed, mikor visszakapta a fiát? Azt is tudta, hogy nem csak évek múlva át kell adni a gyermeket királyi anyjának, hanem hogy ott az udvari környezet minden befolyása oda fog irányulni, hogy gyermekét Istentől elmondja. Lankadatlan szorgalommal igyekezett, hogy belevésse a serdülő ifjú elméjébe az Isten félelmet, az igazság és a jogszeretetét. 12 éves korában Mózes, ez a kicsi gyermek, a szegény kunyhóból a királyi palotába került. De a gyermekkorában nyert benyomásai nem mosódtak el lelkében. Édesanyja tanításait soha nem felejtette el. Azok óvták meg a gőktől, a hitetlenségtől, az udvar fénye és pompája alatt meghúzódó romlottságtól. Mit ír Böl Salamon? Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Tehát mikor egy éves, akkor úgy, kettő, mindig jobban és jobban. Vajon hogyan vannak nevelve ezek a gyermekek? Vajon felfigyelnek arra ma a szülők, hogy a mai fiatalok mennyire gőgösök, beképzeltek? Mennyire uralkodik ez a nézet a fiatalokon? Vajon miért? A versenyszellem, ez jóra fog nekik vinni? Vajon hogyan próbálják a szülők, úgy mint Jókébed, ettől visszatartani őket? Tudják-e tanítani a gyermekeiket arra, hogy azt értékeli, amiért ő dolgozik meg? Kicsi korától kezdve, 4-5 éves korától, milyen munkára nevelik, tanítják őket, fogják be, hogy értékeljék, hogy tiszteljék szüleiket, hogy dolgoznak, és hogy segítik, és megvesznek nekik dolgokat. Nem tudom elmondani, hány idősebb szülőt látok nálam sírni az irodába. Elmúlt a fia 20 éves, ennyi-annyi, és a laptop a gép előtt ül, és követeli a pénzt, és az ennivalót, és mindent, és nem dolgozik, vagy nem segít semmit. Vajon valami nincs nagyon elhibázva? Hova fog jutni ez az ifjúság, ha így nevelik? Én sokszor elmondom, bocsánatot kérek, hogy a mai fiatalság csak felnő, de nem felnevelve van. És ez egy óriási különbség. Vajon megtanítják a szülők a gyermekeket arra, hogy mennyire értékelni kell a pénzt? Mennyire értékelni kell a munkát? Mennyire odaadóan és lelkiismeretesen kell végezni valamit, hogy annak tudjál örülni is? Azt tudja mindenki értékelni, aki saját maga küzdött meg érte. Amit könnyen kapnak, az könnyen ki is csúszik a kézből. A Hitremény szeretet című vers gyűjteményemben van egy vers, nem tudom ki írta, az a cím, hogy az erdőfája. Pár mondatba szeretném elmondani, hogy a pap, aki megy családot látogatni, megkérdezi az édesanyját, hogy miért nem viszi a gyermekét az Isten tiszteletekre tanulni. És az anya azt válaszolja rá, hogy a fák is felnőnek minden hit nélkül. És sok év eltelik, mert a pap máshova lett elhelyezve, és nem találkoznak. De majd egyszer kap egy üzenetet, hogy egy haldokló asszonyhoz menjen ki. És amikor kiér, akkor látja, ez az asszony össze-vissza törve, roncs. De mielőtt meghalt volna, elmondja a papnak, hogy a fia verte össze, mert én vagyok a hibás, mert tudom, hogy azt mondtam, hogy a fák is felnőnek hit nélkül. A papbácsi utána elmegy a börtönbe, megkeresi a fiút. És akkor megkérdezi, miért tette, az volt a válasz, mert úgy nőttem fel, mint az erdőfája. Kedves szülők, a bosszú a családokban.
a gyűlölet, az irigység, a szeretetlenség, ha otthon ez van, akkor hol lehet megnyugodni? Én 33 évet éltem egyedül, most már 13 éve vagyok házasságban. Én akkor vagyok legboldogabb, ha becsukom az ajtót belülről, a kaput. Itt érzem jól magam. És a gyermek nem otthon érzi jól magát. Vajon a szülő otthon jól érzi magát? Nagyszülők, szülők, gondolják el, gondolják át, milyen példát adnak gyermekeiknek. Hogy tudnak megbocsájtani egymásnak, elsimítani a dolgokat? Nem látszólag, és a szívbe gyűlöletet hordani. Nem. Szívből. A gyermeknek olyan példát adni. Hagyd az igazságos ítélőre, de te élj békében. Kívánom, hogy gondolkozzanak el rajta. Ne szeretetlenségbe, gyűlöletbe éljenek. Ne akkor legyenek boldogok, ha kívül mentek a kapun, hanem otthon, együtt. És ezt a példát mutassák gyermekeiknek is. Köszönöm, hogy meghallgattak.